Egyszerre pördülő szoknyák, ritmusra dobbanó lábak, tökéletesen koreografált táncok, zúgó tapsa nézőtéről. Ezek mind-mind láthatóak és hallhatóak voltak a Bartina Néptánc Együttes megalakulásának 55 éves és az együttest alapító Szabadi Mihály 85 éves születésnapja alkalmából megtartott jubileumi nagykoncerten. Az egyik születésnap nem létezhetett volna a másik nélkül, hiszen az, hogy a Bartina már az ország egyik legjelentősebb tánccsoportjává vált, nagyban köszönhető Szabadi Mihálynak, hiszen 1966-ban ő alapította meg és 22 évig vezette is az akkor még Szekszárdi Néptánc Együttes névre hallgató csoportot. Tulajdonképpen nekem az életem volt a Bartina, és nem csak azok az órák, amiket a próbateremben töltöttem, hanem a munkára való felkészülés, az anyaggyűjtés, az ismerkedés, és ezzel a kultúrával, ezzel a magyar kultúrával, a magyar népi kultúrával, ami nélkül nem lenne magyar nemzeti kultúra. Gyakorlatilag az egész életem, mert ezt töltötte ki. A jubileumi műsor keretein belül adták át a Szekszárd városért a művészet erejével elismerő címet is azoknak a Bartinában tevékenykedő tagoknak, akik 20, 25 és 30 éve szereplésükkel, aktív munkájukkal hozzájárultak a művészeti együttes országos vagy nemzetközi hírnevének növeléséhez. Ebben a megtisztelő elismerésben részesült Prantner Zagykó Tünde is, aki 30 éve van jelen a Néptánc Együttes életében, ma már mint csoportvezető tevékenykedik. A Bartinába 4-5 éves koromban kezdtem el táncolni, ez ilyen szerelem volt első látásra. A testvéremet kísértem el, aki idősebb, ő meg nagyon nem szeretett volna táncolni, és konkrétan helyet cseréltünk, hogy én mentem a Jula nénihez táncolni, a testvérem pedig ő más hobbi után nézett. Nekem ez egy örök szerelem, maga a néptánc is, és maga a Bartina is. Immáron a 30. éve vagyok táncos, most már ilyen félig aktív táncos, és a nagy együttes csoportvezetője. Ez a 30 év számomra nem csak hobbi. Azért mondom, hogy szerelem is, mert itt találtam meg a páromat is, a férjemet, és most már két kisgyermek édesapját, úgyhogy nekünk ez az egész egy nagy táncos család, felnőtteket tanítom, és azért mondom, hogy félig aktív, mert 2014-ben, miután megtudtam ugye, hogy születik az első kisfiunk, akkor én az aktív táncot abba hagytam, és tanárként, mert a főállásom pedagógus, tehát tanárként kapcsolódtam be az egyesület munkájába, és a nagy együttesnek a csoportvezetője vagyok, tanítok is táncokat, nem koreográfiát, hanem régi táncanyagokat újítunk fel, illetve szervezem a felnőttek életét, a fellépéseket, elkísérem őket, táborokba járunk, ha vannak és reméljük lesznek, akkor külföldi turnékra megyünk, és igazából ez az én feladatom, koordinálni és segíteni őket. Szabó Kata a Bartinában eltöltött 25 éves munkájáért részesült szintén elismerésben. Elmondta, hogy a tánc iránti szeretetet a szüleinek köszönheti, akik szintén aktív tagjai voltak az együttesnek. Ez nálam egy kicsit korábban kezdődött, ugyanis a szüleim itt ismerkedtek meg egymással, és ez a tánc iránti szeretet ez tovább adódott a bátyámba is, illetve belém is. Mindketten itt kezdtük kisgyerkőcként, 2 éves koromban én már itt totyogtam a színpadon, és ez a mai napig is így van, és még remélem, hogy hosszú éveken keresztül így is lesz, mert egy olyan alapot ad az életnek, amit tudok hasznosítani a saját munkahelyemen is, pedagógus vagyok, és az élet egyéb területein is olyan alapokat képez, amit tudok használni és alkalmazni. Nagy együttesnek a tagja vagyok, már több mint 10 éve, heti 2 próbánk van, és hál' Istennek elég sok fellépésünk és megmérettetésünk. Helfen Bejné Enyedi Petra 5 éves kora óta táncol, 2020 óta pedig csoportvezetői feladatokat lát el az együttes életében. Természetesen alakult ez nálunk, mert bátyám is, illetve unokanővéreim is táncoltak, nagynéném pedig régi bartinás,
és ő mint oktató folytatta itt a Bartinában a tevékenységét, illetve óvónéniként is folytatta a hagyományőrzést, és én a nézők soraiból mutattam anyukámnak és apukámnak, hogy hát én is szeretném ezt csinálni, és ez így természetes volt mindenki számára. Érdekes módon gyerekkorunktól kezdve ugye tudatosan csináltam. Persze voltak nehezebb időszakok, ahogy minden gyerek életében, ahogy fejlődik, de mindig tudtam, hogy végül nekem itt a helyem, és hát a mai napig kamatoztatom ezt a tudást, meg az egész életérzést is, amit itt kaptam a Bartinába. A Néptánc Egyesületnek a mai napig célkitűzése, hogy a szűkebb hazánk, Tolna megye és a Sárköz, ezen kívül pedig a Kárpát-medence tánc és népi kultúráját minél szélesebb körben megismertesse és színpadra állítsa. Ehhez pedig szükség van olyan elhivatott szakemberekre, akik akár egy egész életet is szentelnek annak, hogy ezeket a kincseket továbbadják és fenntartsák az utókor számára.